finn keresővel vizsgálják át a rendőrök a sídi befogadó központba érkező migránsokat. A szerb hatóságok munkatársai minden bevándorlót átkutatnak, aki a tábor területére szeretne lépni. A rendfenntartó erők képviselői fegyvert eddig nem találtak. A menekültek közül többen már napok óta Szerbiában rekedtek, mégis nyugodtak. Nincsenek zavargások, és már nem tüntet senki, mert nem szeretnének összetűzésbe kerülni a rendőrökkel. Fokozott a rendőri jelenlét Síden, a befogadó központot is jobban őrzik a szerb belügyi szervek munkatársai. Ennek az oka az, hogy a bevándorlók többször megpróbáltak már kitörni ebből a befogadó központból, illetve az elmúlt napokban volt olyan is, hogy az autópályán keresztül akartak eljutni Horvátország területére, annak ellenére, hogy vonatokkal kellene, hogy eljussanak oda. Az illetékes szervek azt mondják, hogy bár nem tudják korlátozni a bevándorlók mozgását, azért éjszakára beszokták zárni a tábort, hogy ne tudjon akárki csak úgy kibemászkálni a területen. A sídi vasútállomással szembeni pihenőhelyen afrikaiak és ázsiaiak is vannak. Délután csak nem ezren tartózkodtak a tábor területén. Türelmesen várták a horvát vonatok érkezését. Szerelvény azonban ma sem jött. A buszok a pihenőhely hátsó udvaránál parkolnak. A kerítést megnyitva engedték a buszokra szállni a sorakozókat. Arra a kérdésre, hogy merre viszik őket az illetékesek, kamerán kívül csak annyit mondtak, kövessék a buszt. Egy várakozó iraki férfi a papírjait mutatta. Állítása szerint a szerb hatóságok csak gyerekei, felesége és anyja részére állították ki az okmányokat. Irakból menekült el családjával. We travel by road. By road, like 5-6 days, I think than more. So they we get many problems in the way. The people they get, you know, a sick and broke leg, hand. That's way. Azt még mindig nem lehet tudni, hogy a helyi járatokkal hova szállították el a migránsokat.